Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Mai vendégem példaképen Jaksáné Pongó Anita, pedagógus. Szia Anita, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szia Lajos, nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltetek ezzel a felkérésre. Azt is elmondom, hogy miért te rád gondoltunk példaképként. Pedagógusként tevékenykedsz, és az a tapasztalatom, hogy mint a szülők, mint a pedagógus kollégák, mint pedig a gyerekek származástól függetlenül nem csupán elfogadtak, de szeretnek, kedvelnek és el is ismernek. Vissza tudod-e ezt igazolni? Nagyon örülök neki, hogy így látod. Igen, az érzésem az, hogy nagyon szeretnek a gyerekek, a szülők, és kiváló kapcsolatot ápolok a kollégáimmal, a feletteseimmel is. Sajnos azok az előítéletek, sztereotípiák, attitűdök megvannak az emberekben, hogy romaként, nőként nehéz értelmiségivé válni, nehéz beilleszkedni egy többségi környezetbe. Te hogy látod, honnan indult neked egyrészről az igény, hogy az értelmiségi létbe lépj, illetve hogy mennyire volt egyértelmű, hogy ez meg is valósul, illetve egy kicsit a családi gyökerekről, a te kulturális közegedről beszélj, hogy honnan indultál, és hát hogyan építkezett a te tanulmányi karriered. 1984-ben születtem Németkéren, egy roma nemzetiségi családban. A szüleim, nagyszüleim örök életükben dolgoztak. Uh-huh. Az első értelmiségi vagyok a családban. Uh-huh. A helyi általános iskolában végeztem általános iskolás tanulmányaimat egészen 5. osztályig. Majd 5. osztály második fél évében felvételt nyertem a Pécsi Gandhi Gimnáziumban. Uh-huh. Azt gondolom, hogy életem egyik legmeghatározóbb időszaka volt a Pécsi Gandhi Gimnáziumban uh-huh. eltöltött idő. Az addig is a szüleimtől, nagyszüleimtől kapott pozitív példa, mint a személyiségükre, mint pedig az identitáson felvállalását tekintve, ott nyerte el az igazi koronáját uh-huh. tulajdonképpen. Az első osztályfőnököm, aki édesapám után az első olyan férfi volt az életemben, aki nagyon meghatározó volt, azt gondolom, az egész személyiségemre tekintettel, uh-huh. Fejér Ferenc tanár úr, aki sajnálatos módon egy autóbalesetben életét vesztette. Isten nyugasztalja. Ő volt az, aki nagyon hitt bennem, akitől mindig kaptam valami pluszt, és azt gondolom, hogy a tanári pályám, illetve e pályának a kiválasztásában az ő személyisége nagyon-nagyon közrejátszott. Ő utána volt 2 osztályfőnököm, akik szintén nagyon-nagyon sokat uh-huh. jelentettek számomra. Olyan barátokat szereztem ott a Pécsi Gandhi Gimnáziumban, akik az élet más területein, de kiemelkedő munkát végeznek. Azt gondolom, hogy mindegyik roma származású, és mindegyik ülhetne most itt az én székemben, uh-huh. mert egyéb területeken kiemelkedő munkát végeznek. A Pécsi Gandhi Gimnáziumban sikeres érettségi vizsgát tettem 2003-ban, majd felvételt nyertem a tanítóképző főiskolára. Melyikre? Először Pesten kezdtem az ELTE-n, uh-huh. majd egyes gyermekként úgy gondoltam, hogy hazatérek, és Szekszárdra átjelentkeztem, és ott folytattam tovább a tanulmányaimat. A szüleim mindvégig támogattak, a nagyszüleim is. Akkor is hittek bennem, amikor nekem sokszor kételjeim voltak, uh-huh. hogy lesz-e eredménye ennek a sok ráfordításnak, uh-huh. amit én teszek. Aki ismer, az tudja, hogy egy nagyon életvidám embernek tartom magam, nagyon könnyen ismerkedem, nagyon könnyen kötök barátságokat, nagyon nyitott az én személyiségem. Az egész... De egyúttal is, így külső szemlélőként rendkívül határozottnak, stabilnak is tűnsz, ami az a vélelmezésem és hipotézisem, hogy egy pici gyereknek pedig aztán az a minden.
Tehát, igen, ha jól látom, hogy egyúttal határozott is lettél, te stabillá tudtál válni a pályád során. Én egész életemben ilyen gyerek voltam. Tehát a nagyszüleim, a szüleim mindig azt mondták, hogy mindig a tiéd volt az utolsó szó. Uh-huh. És igen, én egy nagyon határozott talpra esett embernek tartom magam. Amilyen célt kitűzök magam elé, azt minden áron és minden ráfordítással és erőfeszítéssel próbálok elérni. Visszatérve a tanulmányaimra, miután átjelentkeztem a szekszárdi főiskolára, uh-huh, itt diplomáztam, kiemelkedő tanáraim voltak, kiemelkedő szakvezetőim, mindenben támogató, most már mondhatom, hogy kollégáim, igen, voltak. A diplomázásom évében, 2003-ban hittek bennem, és én képviseltem a szekszárdi főiskolát egy országos tanítási versenyen, amelyről az első helyet hoztuk el. Gratulálok! Nagyon szépen köszönöm. Majd miután végeztem, kerestem a helyem a munkaerőpiacon. Diplomáztam szombaton, és én hétfő munkában is álltam, uh-huh, kisebbségi referensként. Majd egy évet dolgoztam, és utána általános iskolában kezdtem meg a munkám, és azóta is ott vagyok. 2009-ben házasságot kötöttem, egy csodálatos férjel ajándékozott meg a sors, aki azt gondolom, hogy mindenben támogató, maximálisan hit bennem, és a mi kettőnk szerelmének a koronája az, hogy 2011-ben életet adtam egy csodálatos kisfiúnak. Hála Istennek, ezekhez gratulálok. Ugye jól tudom, hogy a párod az nem roma származású. Igen. Ez mindig egy nézőktől utólag jönnek azok a kérdések, hogy ezt megkérdezhetted volna, vagy azt, hát most megkérdezem, hogy egy nüansznyi ideig csak beszéljünk arról, hogy okozott-e bármilyen típusú, nem tudom, gondot az, hogy más szociokulturális környezetből jöttetek? Nem. A családja, a barátai az első pillanattól kezdve elfogadtak, szerettek. Visszavezetném ezt talán a személyiségemre is, hogy én egy ilyen nagyon nyitott és életvidám ember vagyok, nagyon könnyen kötök barátságot, kapcsolatot. És ugye mindehez ő kellett, hogy a mi kettőnk szerelme, ami nagyon őszinte és tiszta, és míg ő mellettem volt, egy pillanatig nem éreztem sem a családja részéről, sem szűkebb, sem tágabb értelemben a bármi nemű megkülönböztetést. És ezt annyiban folytatnánk, hogy ugye a legelején konstatáltuk azt, hogy pedagógusként tevékenykedsz, és az adott intézményben is őszintén ki lehet mondani, hogy a nagy dolog intézményben tevékenykedsz. Hogy ott is ennyire egyértelmű volt a kezdetek kezdetétől, elfogadtak, megkedveltek, vagy ott azért kellett egy kicsit ezen dolgozni? Nem éreztem azt, hogy többet kellett volna dolgoznom, mint bárki másnak. Uh-huh. Többet kellett volna azért dolgoznom, hogy szóba álljon velem bárki. Uh-huh. Bekerültem újként egy megszokott kis csapatba, uh-huh, és én azt gondolom, hogy nyitottak voltak felém a kollégák, az intézményvezetés is, ötleteimet, terveimet, a lehetőségeikhez mértem maximálisan támogatták, és elmondhatom, hogy olyan barátokra tettem szert ott a Nagydorogi Széchenyi Sándor Általános Iskolában, uh-huh, ami nem csak a munkában barátság, hanem a magánéletben, uh-huh, is. Nagyon aktív vagy a pedagógusi pálya mellett közösségszervezésben, nagyon sok kreatív ötleted van, műsorokat, programokat készítesz elő, ének-zenei eseményeket készítesz elő. Erről a kreatív énedről egy picit beszéljünk. Az egész életem egy gyerekkorom óta áthatotta a zene és a tánc iránti szeretetem. Németkéren nőttem fel, Németkér egy sváb falu, uh-huh,
Ott én a német nemzetiségi tánccsoport oszlopos tagja voltam egészen a németkéri tanulmányaim alatt. Nagyon szerettek, és én is nagyon szerettem, és nagyon szerettem németkéren élni, és messze menőkig aktív részese voltam a sváb kultúrának és hagyományoknak. Ott kezdtem a táncot, majd ugye a Pécsi Gandhi gimnáziumban olyan zenei alapokra és táncos alapokra kaptam szakmai segítséget, hogy úgy gondoltam, hogy ezt nekem tovább kell adnom. És a kreativitásom pedig talán a zene és a tánc és a mozgás iránti szeretetem miatt elegendő, hogyha ha meghallok egy zenét, meglátok egy jelmezt, meglátok egy mozgást, akkor én azt szerencsére tovább tudom gondolni. És olyan diákjaim és olyan szülői csapat vesz körül, akik maximálisan támogatják a kreativitásom. Hála Istennek! És lenne egy olyan kérdésem, hogy szerinted így most már ennyi évvel a hátod mögött, a pályafutásodban, beváltotta-e a pálya azt a reményt, amit esetleg fűztél hozzá? Fűztél-e hozzá bármilyen reményt? Tehát milyen típusú elvárásaid voltak a pályával kapcsolatban, és beváltotta-e hozzá fűzött reményeket? Én a pedagógus pályát hivatásomnak tekintem, és azt gondolom, hogy maximális odaadással és szeretettel. Nekem ez nem a munkám. Tulajdonképpen az egyik nagy szerelmem, ha lehet ilyet mondani, az én pályám. Tanítottam alsós gyermekeket és felsőseket is, és azt gondolom, hogy mind a két réteggel kiváló kapcsolatot sikerült kialakítanom. És igen, én ebben érzem jól magam. Ha lehet, akkor én így szeretnék megöregedni. És az a fajta visszaigazolás, amit az osztályomtól kapok, és a már ballagott tanítványaimtól, az mindennél többet ér, amikor ránézek a 18 iciri-piciri csillogó szemre, és amikor megtaníthattam őket írni és olvasni, és azok a sikerek, ahogy lépésről lépésre haladunk előre, és próbáljuk megszerezni azt a tudást, amit ők majd felnőttként hasznosítani tudnak a mindennapjaikban, az számomra felbecsülhetetlen érték. Törekszem arra, hogy ne csak oktassam, hanem neveljem is a diákjaimat, és őszintességet és nyitottságot kínálok nekik, és azt gondolom, hogy a szülőktől és a gyermekektől is ugyanezt kapom. A kérdésem az lenne, hogy ezek mentén mégiscsak van-e olyan élmény a tanulmányaid, pályafutásod során, amikor bármilyen típusú negatívumot tapasztaltál azzal kapcsolatban, hogy vagy a női mi voltod, vagy a roma mi voltod okán, esetleg valamilyen hátrányért? Magánéletben, tanulmányban, munkahelyen? Nincs semmi ilyen, amire én visszagondolva az elmúlt 3 évtizedre, ami maradandó tüskét okozott volna bennem. Én mindig megtaláltam egész életemben azt az utat, és kerestem azt a megoldást, ami számomra a legkedvezőbb. Olyan, mondhatom, hogy olyan szuper családom van, és olyan férjem, és olyan barátaim, akikkel mindent meg tudok osztani. És a férjemmel való kapcsolatom is, hogy ő a barátom, a társam, a szerelmem, aki mindenben maximálisan támogat. Minden este meg tudom vele beszélni az aznapi teendőimet, és azt, hogy mi történt velem. Soha nem volt az életemben olyan, amikor én úgy éreztem, hogy azért történt az elutasításom bármiért is. Mert én cigány származású vagyok. Ezt azért kérdeztem, mert bízunk abban a műsor szerkesztői, készítői részéről, hogy
nagyon sok fiatal nézi, nagyon sok roma és nem roma nézi, és nagyon sok lány, nő, asszony. És lássuk be, azért elég széles körben vannak azok a közösségek, ahol ezt a típusú perspektívát nem merik, nem tudják, nem akarják, vagy valamilyen oknál fogva nem képesek átélni, megélni, hogy igenis van mondjuk a háztartási teendőkön kívül, a szokásos attitűdökön kívül, ami egy nővel, egy roma nővel kapcsolatos, van kiút, van más út, van opció, nem lemondva természetesen a családi feladatokról sem. És én abban bízok, hogy ebből tudnak meríteni. Mi az, amit célirányosan tudnál egy mondjuk egy végzős pályaválasztás előtt álló roma lánynak, fiatalnak ajánlani? Mi az, amire figyeljen, ami neked segített? Tehát van-e olyan kis bölcsesség tanács, ami benned mindig is egy mozgatórugó volt és előrébb vitt? Nagyon fontos a családi háttér, uh-huh. A nyugodt, kiegyensúlyozott családi háttér, hogy a gyermeknek lehetősége legyen megfelelő otthoni támogatás mellett végezni a tanulmányait. Azt gondolom, hogy képesek vagyunk arra, és bárki képes arra, hogy megváltoztassa az életét, az egész sorsát, és azt gondolom, hogy kellő kitartással, odafigyeléssel, szorgalommal és akarattal nagyon sok értelmiségi embert nevelhetünk ki, akik ha már így többször rákérdeztél a háziasszonyi és a családi szerepekre, én is háziasszony vagyok, én is családanya vagyok, és mindemellett folytatom a hivatásom, és azt gondolom, hogy megfelelő időbeosztással minden a maximálisan elvégezhető. Én csak kitartást kívánok nekik, önbizalmat, hogy higgyenek magukban, merjenek nagyot álmodni, és ha esténként tükörbe néznek, és önvizsgálatot tartanak, akkor azt gondolom, hogy ha értékelik az aznapjukat, és ők ezt megfelelőnek tartják, hogy ők mindent beletettek abba a napba, ami tőlük telhető, akkor nem lesz probléma, elérik azt, amit szeretnének. Így legyen. Mit gondolsz a pályádban, pályád során? Van-e valahova fejlődni való lehetőség? Tehát tudsz-e még fejlődni? Szeretnél esetleg a pályádban, a karrieredben, tehát hogy a célokra kérdezek most tulajdonképpen rá, hogy magánemberként és pedagógusként vannak-e szakmai célok, magánemberi célok, amit mondjuk még el szeretnél érni? Vagy azt mondod, hogy most így a helyeden vagy, és... A helyemen vagyok, megtaláltam a helyem, úgy gondolom, hogy itt szükség van rám. Uh-huh. Viszont az élet az egy folyamatos tanulás, és a diplomaszerzésem óta több szakmai továbbképzésen vettem részt. Uh-huh. Folyamatosan törekszem az innovációra, uh-huh. és arra, hogy a tanítványaimnak a maximális tudásommal, a maximális infrastruktúrával uh-huh. megfelelő tudásanyagot tudjak nyújtani. Legutolsó továbbképzés, amin részt vettem, az tavaly nyáron a Polgár Judit által preferált és Gyarmati doktornő által uh-huh. kitalált Sakpalota program, amit a jelenlegi osztályomnál alkalmazok. Kiemelt figyelmet fordítottam mindig a tehetséggondozásra. Minden diákomban próbálom felfedezni azt, hogy mi az, amiben ő kiemelkedő, és próbálom erősíteni bennük ezt az oldalt. Úgyhogy folyamatosan tanulok, az én életem is egy folyamatos fejlődni akarás, egy folyamatos tanulás. Lassan a műsoridő vége fele megkérdezném egyrésztről azt, hogy hogyan érintett téged az online oktatás, azon belül a te meglátásod, tapasztalatod szerint a te osztályközösségedet, szülői közösséget, aki körülvesz, azon belül akár egy kicsit belemehetünk a roma közösség életébe is.
hogy hogyan érintette őket, mennyire tudták ezt rugalmasan kezelni, és mennyire volt szerinted ez ideális, mennyire volt könnyen végrehajtható? Egy ismeretlen úton tapogatózott pedagógus, diák és szülő. Egyetlen hétvége alatt a teljes pedagógus társadalomnak át kellett gondolnia és meg kellett reformálnia az addigi oktatás politikáját tulajdonképpen. Eddig ismeretlen platformokat kellett egyetlen hétvége alatt felfedeznünk. Nekünk is hasonló, sőt azt gondolom, hogy aki lelkiismeretesen végezte a digitális oktatást, sokkal több ráfordítást jelentett. Alsó tagozatos második osztályom volt, folyamatosan törtem a fejem, hogy mi az, amivel meg tudom könnyíteni az életüket. Online órát tartottam, csoportokra osztottam őket, fölvettem videóra a tanóráimat, tehát reggel 9 órakor odaültem a laptopom elé, és este 8 órakor még ott ültem, mindemellett a családanyai és a háziasszonyi szerepemet is próbáltam maximálisan teljesíteni, és a saját gyermekemmel is tanulni. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz időszak volt ez. Beírtuk magunkat a világtörténelembe ezzel, hogy mi kipróbáltuk a digitális oktatást. És kivált kép az a, bocsánat, hogy a szabadba vágtam, hogy felsőben talán valamilyen szinten, és most a jó eseteket vegyük, sokkal önállóbbak, önkiszolgálóbbak tudnak lenni bizonyos eszközök, területek tekintetében. Egy alsóssal, egy kicsivel, főleg egy másodikossal azért csak-csak kell pluszban még ugye a szülőnek is, hiszen nem biztos, hogy annyira önkiszolgáló egy informatikai vonatkozásban. Nem biztos, hogy igazam van, ez csak az én hipotézisem. Ugye alsó tagozatban nincs még informatika oktatás, úgyhogy az oktatás legelején nagyon nagy szükség volt a szülői támogatásra, a szülői segítségnyújtásra. Nyilván, ahol nem volt megfelelő eszközellátottság, ahol nem volt megfelelő internet elérhetőség, ugye akik nem rendelkeztek megfelelő digitális és informatikai tudással, nyilván sokkal nehezebb volt. Viszont elmondhatom, hogy a sok negatívum mellett és a sok nehézség mellett, amit mindannyian leküzdöttünk és becsülettel végigcsinált tanár, diák, szülő, és ezúton is én nagyon-nagyon köszönöm a szülőknek, a gyerekeknek és az összes kollégámnak, hogy megugrottuk ezt, és túléltük, és közösen lezártuk sikeresen a 2019-es, 2020-as tanévet. Én azt gondolom, és bízom abban, hogy szeptember 1-én a megszokott módon a személyes kontaktussal, úgyhogy én végre láthatom a gyerekeket, akiket már nem láttam nagyon régóta, mert hogy én ezért lettem pedagógus, hogy oda jöjjön, hogy érezzem, és lássam rajtuk, hogy, mert ugye nyilván a tekintetekből látom, és abból tudom tovább görgetni a tanórámat, mert hiába mondom, ha látom az arcukon azt, hogy értik, akkor tovább megyek, de ha nem, akkor folyamatos az ismétlés és a gyakorlás lehetősége. Úgyhogy én bízom abban, hogy visszatérhetünk ahhoz, amiért mi ezt a pályát választottuk, és amiért ezt szeretjük, és újra találkozhatunk. Hát szívből kívánom, hogy legyen a te kívánságod és vágyod szerint, ami azt gondolom, hogy mindannyiunk kívánsága és vágya is egyúttal, hogy végre normál mederben folyjon az iskolai oktatás. Végezetül egy olyan kérdést tennék fel, ami hozzád, illetve a családodhoz kapcsolódik. Régóta látom a te személyedben is, a szüleid vonatkozásában is, hogy nagyon erős a motiváció bennetek, hogy amit elértetek, az ne csupán egy olyan egzisztencia és karrier legyen, amit magatoknak betudtok, és akkor ezzel boldogultok,
hanem mindig volt, és van is egy, az én meglátásom szerint egy olyan törekvés bennetek, hogy egyfajta szolgálatot hajtsatok végre a szürke pártjátok közösségetek iránt. Ez egyrésztről miben gyökeredzik, illetve hogy jól látom én ezt, hogy van egy kis missziós tevékenységetek a közösségetek vonatkozásában. Azt gondolom, hogy otthonról, részemről otthonról. Az én édesanyám egy csupaszív asszony, aki rettentő emocionális ember. Ha segítségre van bárkinek szüksége, akkor az én édesanyámhoz nyugodtan fordulhat. Az emocionális részemet azt gondolom, hogy édesanyámtól hoztam, kaptam. Édesapám egy nagyon határozott ember, akinek az egész életét áthatja a mindennapjait, a tenni akarás, a segítségnyújtás. Németként mindig kiemelkedő volt a roma származású diákok segítésében, támogatásában, és azt gondolom, hogy olyan roma értelmiségiek jöttek ki Németkérről, ami az országban is ritka. Ha úgy érezzük, és úgy érzem magánemberként, pedagógusként, anyaként, hogy bárkinek segítséget tudok nyújtani, akkor én ezt megteszem. Én is anya vagyok, tudom és érzem és átélem minden nap azokat a nehézségeket, azokat az örömöket, amelyeket egy gyermek nyújthat az életben. És én azt gondolom, hogy ha segíteni kell, az nem csak annak jó, akinek segítek, az jó az én lelkemnek is, hogy valamit hozzátettem ahhoz, hogy egy embertársamnak megkönnyítsem, hogy szebbé tegyem az életét. Hát nagy sajnálatomra nagyon hamar eltelt ez a műsoridő. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy ezt elmondtad nekünk. Én nagyon bízom benne, hogy ebből nagyon sok néző tud és tudott meríteni. Szívből kívánom, hogy a magánéleted és a karriered úgy folytatódjon továbbra is, ahogyan te ezt szeretnéd, és köszönünk mindent, amit a gyerekekért és a közösségért nagy dologon és itt a megyében elvégzel, és a családodnak is, amit a roma közösségért tesznek. Önöknek is köszönöm a megtisztelő figyelmet, kérem tartsanak velem legközelebb is a példaképekben, itt a Tolnatáj Televízión.